hogy teljes értékű bisztrófogás következik, ami húsnak látszik, az gomba. Már mutatom is. Túrófánkat fogunk készíteni, egy kis laska gombaragúval. Kezdjük a túrófánkat. Sima túró és jó túróból készítjük. Ehhez hozzáadjuk a tojást. 2 egész, illetve 2 sárgája is benne van. Jött hozzá a cukor. Sütőpap. A tésztát ilyenkor már ízesíthetjük. Rakunk bele egy kis őrölt borsot, illetve sót. Beletettük a keverőtát a gépbe, fűszerpaprika és füstölt fűszerpaprika, hozzáadom a kajenborsot, a lisztet, és már megy is a hűtőbe pihenni. Következik a laskagomba, és ropogós laskagomba, fajba fogjuk megsütni. Igazából magát a laskagombát lemezekre szedtük, utána szépen 3-4-szerre téptük. Előmelegítjük kicsit a serpenyőt, hozzárakjuk majd a vajat, felhabzik, és ebbe a habzó vajba fogjuk megpirítani a gombát, és közben pedig infúzionálni fogjuk egy kis fokhagymával, pakukfűvel, sóval, és ropogósra sütjük. Nagyon erős tűzön pirítottuk magát a gombát, nagyon szereti, és ettől lesz jó ropogós, és most egy rácsa kiszedem. Egy pár csepp tárkonyecet, a tárkonyecettől fog majd ráragadni a snidling, megszórjuk. És tálalásig félre is rakjuk. Visszaraktuk a serpenyőt, amiben pirítottuk magát a laska gombát, közepes hőmérsékleten alágyújtunk, előmelegítjük, egy kis habzóvajon rakjuk rá a salottahagymát, és már pirítjuk is. Shiitake gombát fogunk hozzátenni. A shiitake gomba az egy nagyon jó illatos fűszeres gomba. Keleten nagyon népszerű alapanyag. Európában is egyre jobban, egyre több konyha használja, és már a Lidlben is lehet kapni. A gombát is nagyon jól lepirítjuk, attól jönnek még jobban elő az ízei. Sózzuk, hozzáadjuk a citromlevet, illetve a bort, elpárologtatjuk, alaplével felöntjük, és a végén tejszínnel fogjuk dúsítani. Elpárolgott a fehérbor, illetve a citrom. Ilyenkor hozzáadjuk az alaplevet, majd egy kicsit később a tejszínt is. Jöhet a pak choy. A pak choynak a szárát fogjuk magát használni, illetve a levelét is más formában. A pak choy az egy káposztaféle, nagyon jól fog állni a gombaragúnak. 2-3 percig rotrögtattuk a bordáskát, pak choy magyar nyelve. Majd hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a tejfölt is. A legvégén hozzáadjuk magának a bordáskának a zöldjét, amit vékony szeletekre vágtunk, mellett hozzá a gyöngyhagyma, illetve a kapribogyó is. Egy picit összerottyantjuk, és már sütjük is a fánkot. Túrófánkot 2 kanál segítségével galuskára formázzuk, szaggatjuk, és 180-190 fokos olajban kisütjük. Körülbelül egy ilyen 2-3 perc, míg megsül, és utána már tálalok is. És ma is életbe hagytunk egy jó szágot, jó étvágyat kívánok! Ha tetszett a recept, nyugodtan dobj egy lájkot, ha pedig kérdésed van, tedd fel bátran kommentbe. További receptekért kövesd a Lidl YouTube csatornáját, ahol még több tartalommal várlak.